Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Sajhoz Jénó vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Balesetek a köd miatt, sok autós nem veszi figyelembe, hogy lakott területen kívül kötelező a fényszóró. Új klímastratégia Szekszárdon már zajlik az akcióterv kidolgozása. Új művelődési ház épül Szedresben, közel 800 millió forintos támogatást kapott a Tolna megyei település. Adományokat várnak, rászorulóknak gyűjtenek karácsony közelettével. Öt autó balesetezett néhány perc alatt a sűrű köd miatt szerdán reggel az M6-os autópályán Bátaszék térségében. A korlátozott látási viszonyokat okozó jelenségre a tél közelettével egyre gyakrabban készülni kell, sok autós mégse veszi ezt figyelembe. Hiába írja elő a KRESZ, hogy lakott területen kívül nem elég menetfényt használni, hanem kötelező a tompított fényszórókat is bekapcsolni, vannak, akik erre fittyet hánynak. Pedig az ilyen figyelmetlenségért súlyos bírság, esetén pedig akár börtön is járhat. Öt autó ütközött össze néhány perc alatt szerda reggel az M6-os autópályán. Az első balesetben három kocsi csapódott egymásnak, szinte ugyanakkor néhány méterre pedig újabb kettő. Az esetek során többen is könnyebben megsérültek. A köd okozhatta a szokatlan jelenséget, szerdán ugyanis szinte egész délelőtt mindössze néhány méterre lehetett látni Tolna megye legnagyobb részén. Hiába a sűrű köd, sokan egyáltalán nem világítják ki az autóikat, még lakott területen kívül sem, vagy csak menetfényt használnak. Pedig ez balesetveszélyes, sőt a KRESZ is tiltja az olyan napokon, mint amilyen a szerda is volt. Nappali menetfényeket ugyan használhatjuk, de ezeknek a használata kizárólag abban az időben engedélyezett, amikor a látási viszonyok megfelelőek. Hogyha nem jó a látási viszony, és lakott területen kívül közlekedünk, akkor kötelező a tompított fényszórónak a használata. A rendőrség szóvivője szerint annak, akinek kötfényszórója is van, azt is érdemes használni a lakott területen kívül. Azok pedig, akik egyáltalán nem kapcsolják fel a tompított fényszórót, a szerdaihoz hasonlóan sűrű köd esetén súlyos szabálysértést követnek el. Azok a járművezetők, akik nem tartják be a KRESZ szabályait, tehát nem használják a nem megfelelő látási körülmények között a tompított fényszórót, ők elkövetnek szabálysértést, tehát velük szemben kollégáim eljárhatnak. Ha pedig halált vagy maradandó egészségkárosodást okozó balesetet okoz egy gondatlan, nem megfelelően kivilágított autó sofőrje, akkor akár börtönbüntetést is kaphat. Illegális migránsokkal teli kamiont fogtak el a rendőrök szerdán Dunaföldvárnál. A kocsi éppen a hídról hajtott le, amikor az egyenruhások megállították. Úgy tudjuk, Szeged felől érkezett a jármű, a nyomozók pedig már figyelték. Hogy pontosan hány határsértő volt a raktérben, azt híradónkig nem közölte a rendőrség, de a számuk valószínűleg több tucatra tehető. 8434 új koronavírus fertőzöttet igazoltak kedden idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 923.020 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. Elhunyt 98, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 31.619 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 813.376 fő. Az aktív fertőzöttek száma pedig 78.025 főre emelkedett. 4.830 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében kedden 146 új fertőzöttet azonosítottak, így eddig 19.310 koronavírusos beteget regisztráltak a megyében. Új klímastratégia kidolgozása zajlik Szekszárdon. A cél, hogy a következő közel egy évtized alatt jelentősen csökkenjen a tolnai megyeszékely károsanyag kibocsátása. Ebben pedig a terv szerint kulcsszerep jut majd a lakosságnak. A stratégia mostani változatával kapcsolatban tartottak tájékoztatót a polgármesteri hivatalban. Magyarország számára kiemelt cél a környezetvédelme és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Így fogalmaztak a tavaly elfogadott országos klímastratégia megalkotói. Azóta hasonló környezetvédelmi akcióterveket dolgoztak ki a megyei önkormányzatok is. Most pedig a településeknek kell megalkotniuk a saját ilyen jellegű koncepciójukat. Ezekre ugyanis a jövőben sok uniós pályázatnál szükség lesz majd.
A Tolnai megyeszékhelyen már évek óta hatályban van egy korábban életbe lépett stratégia. Most ennek átalakításán dolgoznak szakemberek és a polgármesteri hivatal munkatársai. Ezzel kapcsolatban tartottak egyeztető fórumot a Városházán. Van egy első verzió, egy első változat, ennek a véleményezése zajlik most. Ezt követően pedig lesz egy végleges, és akkor a végleges dokumentumnak fog majd megtörténni a társadalmasítása. Tehát a dokumentum alapján lesznek majd különböző rendezvények, konferenciák, műhelymunka, tanulmányi verseny, tanulmányi kirándulás. Ez a tanév során, tehát júniusig kell, hogy lebonyolódjon. A most még társadalmi vita szakaszában levő klímastratégia olyan ajánlásokat fogalmaz majd meg, amiket betartva Szekszárd lakói maguk is sokat tehetnek a környezetvédelem érdekében. A cél, hogy 2030-ra jelentősen csökkenjen a megyei város károsanyag kibocsátása. Erre minden esély meg is van, hiszen Szekszárd a környezetvédelem terén évek óta élen jár, mondja a stratégia átdolgozásáért felelős szakember. Amit megtehetünk az, hogy a lehető legkevesebb, hogy kevesebbet használjuk az autónkat, többet közlekedünk gyalog, vagy többet közlekedünk kerékpárral, egy kicsit visszafogjuk a fogyasztásunkat, túlfogyasztásunkat, kevesebb húst teszünk, vagy kevesebb élelmiszer dobunk ki. Ezek mind-mind közvetve hozzárulhatnak ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal megküzdjünk. Az új klímastratégia végleges változata tehát a tervek szerint már akár néhány hónapon belül elkészülhet Szekszárdon. A minimálbér emelkedésével a családtámogatások összege is nő január 1-től, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán Facebook oldalán. Novák Katalin a videóban azt mondta, a gyermekek otthongondozási díja a minimálbér szintjére 200 000 forintra emelkedik, ami az ápolási díj korábbi összegéhez képest jelentős növekedés. A gyermekgondozási díj és a nagyszülői gyed maximális összege bruttó 280 000 forintra nő, tudatta. A miniszter bejegyzése szerint a diplomás gyed összege is emelkedik, az alapképzésben résztvevő havi 140 000 forintot, a mesterképzésben résztvevők pedig 182 000 forintot kaphatnak. Novák Katalin hozzátette, az álláskeresési járadék összegének felső határa bruttó 200 000 forintra nő. Bízom benne, hogy így a minimálbér emelésének következtében megnövekvő családtámogatásokkal is tudunk önöknek segíteni. Közel 800 millió forintból építenek új művelődési házat Szedresben. Egy egyedi kormánydöntésnek köszönhetően az elkövetkezendő hetekben el is kezdődik a beruházás. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően a kistelepülésen 21. századhoz méltó körülmények között rendezhetnek majd kulturális programokat a helyiek. Ezen a területen épül fel az új művelődési ház Szedresben. A beruházást egyedi kormánydöntés teszi lehetővé, aminek eredményeként a projekthez 800 millió forintot kap az önkormányzat. Ebből a pénzből nem csak az épület kialakítása történik meg, de még a berendezésekre is futja majd. Épít vagyunk a helyszínen, lehet látni, hogy a szedresiek már bíztak ebben a beruházásban, és a régi több mint 50 éves művelődési házat a tavalyi 2019-ben már le is bontották, és készülünk az új művelődési háznak a megépítésére. Az elmúlt 10 évben Szedres folyamatosan fejlődött, felújították a templomot, az oktatási és egészségügyi intézményeket, és több útfelújítás is zajlik a faluban. A több 100 millió forintos beruházásoknak a befejező momentuma az új kultúrház felépítése lesz. Ez a közösségi tér, ez az, ami hiányzott a település életéből. Én azt gondolom, hogy az a több mint 1,2 milliárd forintos támogatás, ami az elmúlt 4 évben érkezett a településre, illetve azt megelőzően is több 100 millió forint támogatás érkezett, megújította az egész települési központot, de mondhatni azt, hogy szinte minden utcában új burkolat van, és minden szinte felújításra került Szedresen. Én azt gondolom, ezt megérdemlik mindenféleképpen a szedresi emberek. Horváth István azt is hozzátette, hogy ez a beruházás Szedres történetének egy olyan meghatározó fejlesztése, amire méltán lehetnek büszkék a Tolna megyei település polgárai. Kedden délig már több mint 100 000-en töltötték ki online azt a nyilatkozatot, amellyel az adó visszatérítés 2022. február 15-i kiutalásához szükséges adataikat küldhetik el a szülők. Az úgynevezett visszadó nyilatkozatot csak azoknak kell idén december 31-éig kitölteni és elküldeni, akik a családi kedvezményre jogosultak, de a családi pótlékot nem ők kapják készhez. Az adó visszatérítés révén a jövő év elején összességében
600 milliárd forinthoz juthatnak a gyermekes családok. A nyilatkozatot a NAV előre kitölti a meglévő adatokkal, az néhány perc alatt otthonról kényelmesen átnézhető és kiegészíthető, és mivel már több mint 5 millió magánszemély rendelkezik ügyfélkapuval, így szinte minden érintett szülő online költheti a nyilatkozatot. Az adventi időszak közelettével egyre több intézmény és jótékonysági szervezet gyűjt adományokat rászorulóknak. Szekszárdon például a helyi humánszolgáltató központ munkatársai már most várják a felajánlásokat, de hasonló akcióval készül a Vörös Kereszt is Tolna megyében. A karácsonyi időszak közeletével több adománygyűjtő kampánnyal is segítenek a humanitárius szervezetek a hátrányos helyzetű embereknek. A Magyar Vöröskereszt szekszárdi kirendeltségénél egész évben örömmel veszik az adományokat, hiszen nagyon sok rászoruló család is van. Az adventi időszak közeletével viszont fontosnak tartják, hogy egy kis ünnepi hangulatot is belecsempészenek a kiosztott csomagokba. Úgy, ahogy a többi szervezetnél is, lehetőség van gyűjtésekre. No, itt pedig, hogy mi kerül a gyűjtőkosarakba, kocsikba, az a lakosságon múlik. Ha csokoládé, csokoládé, ha gyerekjáték, gyerekjáték. De egyébként a csomagoknál arra a kollégák is szoktak figyelni, hogy esetleg egy tábla csokoládé, vagy valamilyen édes sütemény, tehát keksz jellegű, tehát ami eláll, vagy szaloncukor ebben az időszakban legyen. A szekszárdi humánszolgáltató központ szeretne az idei évben is hozzájárulni ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, rászoruló családok számára ne okozzon nehézséget, hogy Mikulás napján nem jut egy kis csomag minden gyerek cipőjébe. Mikulás csomagot gyűjtünk, hogy szeretnénk, hogy könnyebb legyen és jobb legyen a gyermekeknek, és mindenkihez eljusson a Mikulás, ezért azt kérjük, hogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy van rá lehetősége, készítsen egy Mikulás csomaggal többet, és akkor azt a rászoruló gyerekeknek fogjuk odaadni, illetve eljuttatni. A Mikulás csomagon kívül bármilyen felajánlást szívesen fogadnak, amiket továbbítanak majd a családoknak. Karácsony közelettével kelendőek a gyerekjátékok, illetve az édességek is, ezzel is örömet szerezve a legkisebbeknek. Több Tolna megyei településen segíteni a kisközösségek létrejöttét a Nemzeti Kulturális Intézet. A kormányzati elképzelések megvalósítása érdekében 6 tevékenységi körben szervez csoportfoglalkozásokat az intézményhálózat. A programok levezényléséért azok a szakemberek felelnek, akik ebben az évben szereztek közművelődési végzettséget. Tolna megyében minden településen van már ilyen szakember. Ezek a csomagok azokat a nyersanyagokat tartalmazzák, melyekből kosarakat, mézes kalácsot vagy csipkét készítenek a leendő kis csoportok tagjai. A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs kezdeményezésére országosan 2000 szakkör vagy kis csoport létrehozását és későbbi működtetését kapta feladatául a Nemzeti Kulturális Intézet. Kuti Imréné Tolna megyei igazgató azt mondja, 6 terület van, amelyben a képzéseket elkívánják indítani. Nemezelés, csipkeverés, mézes kalács készítés, hímzés, gyöngyfűzés és veszőfonás. Ez a 6 szakkörből lehetett választani, és Tolna megyéből mindegyik szakkörből választottak, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan meg fogják tanulni ezeket a régi mesterségeket. Tolna megyében 42 településen indulhat meg az oktatás. Bízunk benne, hogy ez folytatás is lesz, tehát most 20 alkalmat kell a településen, amelyik település bevállalta, a 20 alkalmat kell megvalósítani a szakkörből, és utána reméljük, hogy lesz folytatása is, és a közösségek épülni tudnak. A Nemzeti Művelődési Intézet keretein belül zajlott közművelődési szakemberképzésen részt vett hallgatók vezetik majd a szakkörök munkáját. Tolna megye minden településén már dolgozik ilyen végzettségű munkatárs, ebben az évben 49-en szedeztek középfokú közművelődési végzettséget. Regionális híreink következnek. Rögzítik munkájukat a jegyellenőrök Pécsen, testkamerákkal csillapítanák az indulatokat a buszokon. Megnyitották a pincéket, új borokat kóstoltak Márton nap alkalmából Somogy megyében. Téli madárvédelem, olajos magvakkal, állati zsiradékkal etessük a kis szárnyasokat.
Testkamerákkal felszerelve járják a pécsi buszokat a jegyellenőrök. Egyelőre tesztelik a készülékeket, illetve azt, mennyire fogja vissza az indulatosabb blitzelőket a képkészítő berendezés használata. Pécsen történtek már atrocitások jegy nélkül utazók és ellenőrök között, volt, ami országos visszhangot kapott. A Tükebusz vezérigazgatója azt mondja, hetente történik egy-két eset, amikor jelenetet rendeznek a blitzelők. Ezt szeretnék visszafogni a testkamerák használatával. A látleletét mutatja egy pécsi jegyellenőr. Még 2012-ben készült ez a felvétel. Akkor az ügy országos visszhangot váltott ki. Az utas és a buszon intézkedő ellenőr szólalkozott össze, majd fizikai bántalmazás is történt. Bírósági ügy lett a pécsi esetből. Ez már 2021. Ilyen testkamerákat kapnak a Tükebusz ellenőrei, hogy ne fajuljanak el a nézeteltérések a pécsi buszokon. De a felvétel akár a bíróságon is felhasználható lehet majd, de ezt elkerülnék, mondja a Tükebusz vezetője. Nem ez a fő cél. Tehát a fő cél az, hogy ne jussunk el bíróságra, sem az utasok szempontjából, sem a mi szempontunkból ez ne legyen, hanem a pont az, hogy kerüljük ezeket az eseteket, tehát hogy javuljon az utasok és az ellenőrök viszonya, egy ilyen visszatartó erő legyen a digitális képrögzítés. A vezérigazgató azt mondja, előfordulnak esetek, de nem ez a jellemző. Az összes olyan esethez, amikor valakinek nincs érvényes jegye bérlete, ahhoz képest azok a konfliktusok száma, ami ilyen, hogy mondjam ezt, atrocitás vagy valamilyen vélt ügyek vannak, azért elenyésző. De előfordul, hát látjuk. Azért azt mondom neked, hogy heti alkalommal fordulnak elő egy-két eset. Egyelőre próbaüzem van a Tükebusznál, így még nem tudni, hány testkamerát vesz a cég pontosan, de 5 és 10 darab között lesz a számuk. Ezek nem drágák, mondja Bánkút István, 10 000-es nagyságrendű berendezések. 20 termelő nyitotta ki pincéjét a Táskai Szőlőhegyen. A településen hagyományosan mártonnapkor közösségi új borkóstolót tartanak. A tapasztalatok alapján a termelők egyre jobb nedőket készítenek, az idei évjárat pedig különösen jónak ígérkezik. Királyleánykát, valamint Otello szőlőből készült rózé és vörös újborokat is kóstolhattak a vendégek ennél a Táskai pincénél. A tulajdonos Orbán János egy családi tradíciót visz tovább. Igazából nagyszülői ágról visszafelé folyamatosan, és most a mi generációnk örökölte meg a pincét a szőlővel együtt, és ezt tovább műveljük, tovább tartjuk a borkészítést hagyományos módon, szőlőművelést hagyományos módon, és ezzel próbáljuk így folytatni az örökséget, a hagyományt. Mártonnap alkalmából 20 gazda nyitotta ki pincéjét a Táskai Szőlőhegyen. A borokkal a szakértői ízlelő bimbók is meg voltak elégedve. Hát a táskai borokkal kapcsolatban egy nagyon jó tapasztalatom van. Ugye ez a 15. rendezvény, hát én kezdettől fogva meghívott vagyok és részt veszek. Nagyon komoly fejlődés tapasztalható, tehát a szó szakmai értelemben véve hibás és beteg borok nincsenek, tehát amiket most itt idei borokat kóstoltunk, megvan az esélye arra, hogy mindegyikből egy nagyon finom fogyasztható borok lesznek. Az eseményen sok fiatal, baráti társaság is részt vett, mindannyian szívesen kóstolták a táskai nedűket. Helyiek vagyunk, most a nővéremmel és a barátainkkal vagyunk itt. Egyébként Pécsről jöttünk, már pécsiek vagyunk, de nagyon-nagyon szeretünk hazajárni. Épp ez a közösségépítés és a hagyományőrzés a célja a rendezvénynek, amelyet immár 15. alkalommal rendeztek a Táskai Történelmi Pince soron. A szőlősgazdák minden évben nagyon várják ezt az alkalmat, hiszen ilyenkor megmutathatják egész éves munkájuk gyümölcsét. A termelők nagy többsége az idősebb generációból kerül ki, így a cél, hogy a fiatalok érdeklődését is felkeltsék a borkészítés iránt. Ez a garancia ugyanis arra, hogy 20 év múlva Mártonnapkor is megtelik a táskai pincesor. Elkezdődött a téli madárvédelem. Vannak erdészeti szakemberek, akik egész évben folyamatosan készülnek a szezonra. Az etetőket a térség honos és vándorló madarai számára előkészítik. Mivel a szárnya sok tolla és a testük zsiradékkal jól szigetel és véd a hideg ellen, ezért a téli időszak átvészelése könnyebb számukra. Etetésük olajos magvakkal és állati zsiradékkal, fagyúval, nyers szalonnával ajánlott.
Lassan lezárul az őszi időszak, és közeledik a tél. A madarak védelmére, téli etetésükre pedig fel kell készülnünk. Az etetés az egy humán segítségnyújtás. Ha erre nem lenne lehetőség, akkor is túlélnék a telet, de más kondíciókkal, mondja Lasszik Dénes madárvédelmi referens. A Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa azt mondja, azonban a humánus gondolkodás madáretetőket hozott létre. Segítjük őket a téli túlélésben. Sokan azt gondolják, hogy a madarak azért vonulnak el, mert hideg van, tehát akkor nem lennének itt a cínegék sem. Tulajdonképpen a táplálék hiány az, ami elhajtja innen a madarainkat, és a cínegék azok kisebb csapatokban átböngészik az erdőt, kéreg alatt megbúvó rovarokat, a levelek alatt az avarban megbújó pókokat összeszedegetik, de a nagyobb mennyiségeket nem tudja ellátni az erdő sem, illetve a városi környezet sem, ezért szoktuk etetni télen a madarakat. Sokan azt gondolják, az odú is alkalmas a madarak etetésére. Ez tévedés. Az odú fészekrakásra, költésre alkalmas, etetésre nem. Az etetők nyitottak, a táplálék könnyebb elfogyasztására alkalmas felületek, teszi hozzá a madarász. A rigóknak almát tehetünk ki, ezek szeretik a gyümölcsöket, ezek jól elállnak télen is, és tök magot, napraforgó magot tudok javasolni. Az etetők azok általában olyan készítmények, hogy oldalról nyitottak, tehát viszonylag nagy felületet kell biztosítani a madaraknak, hogy megfelelő mennyiségű etetőanyag beférjen. Pécsett és Baranyában a legjellemzőbb fajok a cinege, a csúszka, a pinyfélék, mint az erdei téli pinty tengelic. Élelmük főleg a magvak, mint például a napraforgó mag héjastól, nyersen, a tökmag, a dió vagy az állati eredetű zsiradék, mint a fagyú vagy a nyerszalonna. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Balesetek a köd miatt, sok autós nem veszi figyelembe, hogy lakott területen kívül kötelező a fényszóró. Új klímastratégia Szekszárdon, már zajlik az akcióterv kidolgozása. Új művelődési ház épül Szedresben, közel 800 millió forintos támogatást kapott a Tolna megyei település. Adományokat várnak, rászorulóknak gyűjtenek karácsony közelettével. Csütörtökön a szerdainál nagyobb területen fordulhat elő köd, helyenként napsütésre is számítani lehet, a légmozgás nem lesz számottevő. Este, éjszaka ismét várható ködképződés, frontfelhőzet nem lesz felettünk. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!